Simon István, ma és holnap. Kiforgatta az orrcsillagzatot, hogy megszülettem, amikor születtem, hogy éppen akkor, hogy e századot én is éltem, s nem mások helyettem, Leningrádban egy fehér éjszakán sajgott belém a kínzó gondolat, míg néztem a cárt óriás lovánt, az eső verte büszke rézlovast, s akkor is, ha Rákóczi úton koldus mereng a kirakat előtt, s csonka teste fölött szállnak zúgón, legyekként lökhajtásos repülők, eszembe jut, mikor gyűléseken egyé fűz minket országos dolog, s látom később, a pultnál részegen, piszokban, bűzben tömeg tántorog, s mennyi a vágy, a külön akarat, s amíg nézem, éreznem kell, mégis valami sors mindent egyfelé visz, a kor fékezhetetlenül rohan. Eszembe jut, ha villám nélküli őszelső verdesi vegét ablakomnak, s neónok betői villognak városunkban szerte szét, robogó expresszek díványain, otthon a horpad, szuette padon, eszembe jut, ha növő szárnyain születő versemet próbálgatom, hogy ez a kor, e század az enyém, évezredek süppett sírdombjai, s letűnt korok fölött új jövevény, ezt kellene végre kimondani. S hogy szemem, ma bárhová is fordulsz, üdvözölnöd kell őt, mert új világ, ha úgy is, mint szorongó Kolumbusz Amerikánál a vélt Indiát. A sors hozta, és megtörtént velem, hogy most élhetek éppen, amikor a ma és holnap a történelem új világnak új utakat tipor, mikor gond, kételj, vágy, lelkesedés azzúgja, élni szép, s élni nehéz, mikor a jövőt, hogy már rend legyen, próbálgatjuk egy egész nemzeten. Tisztelt falugyűlés! Kedves barátaim, tisztelt faluközösség! A községi hazafias népfront nevébe szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Engedjék meg, hogy a önök nevében is szeretettel köszöntsem Bánfalvi András országgyűlési képviselőt. Csík Lászlót, a Nyírség TSZ elnökét, a megyei pártbizottság tagját. Keszler Györgyöt, a Balkány és Vidéki Átfész elnökét. Aranyi Imrét, a Nyírség TSZ kerületvezetőjét.
Rövid bemutatkozás után ismertetném, hogy a mai falugyűlésünknek két napirendi pontja lenne. Az első napirendi pont a községi tanácselnök beszámolója, melynek mottoja az is lehet, hogy tények és tervek. A második napirendi pontként pedig megválasztanánk a községi hazafias népfront elnökét. Megkérem el a kiadását, hogy a beszámolóját tartsa meg. Köszönöm szépen. Tisztelt falugyűlés, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy a községi tanács végrehajtó bizottsága és a magam nevében köszöntsem a falugyűlés valamennyi résztvevőjét és a meghívott kedves vendégeinket. A tanácsok a néphatalmát megvalósító szocialista állam területi és helyi szervei. E funkciót és ilyen intézkedési jogkört országunkban, de községi viszonylatban is, illetve községi viszonylatban sem egyetlen pártnak, sem egyetlen egyesületnek és szervezetnek nincs jogi lehetősége gyakorolni, amelyet csak a községi tanács szervei gyakorolnak. Kedves barátaim! Tavaly, január 23-án találkoztunk ilyen formában a lakossággal. Ez azt is jelenti, hogy egy nem könnyű évet áttéltünk, és egy évben öregebbek lettünk. Az elmúlt egy év alatt, de különösen az elmúlt hónapokban olyan sokféle tájékoztatást és nyilatkozatot hallottunk már a párt és a kormány szerveitől, nem beszélve a tévé, rádió és az újságokból, hogy ebben a sok tájékoztatóban nem hogy mi egyszerű emberek, de már lassan a jogászok is belezavarodnak. Erről az új gazdasági kibontakozásról annyit beszélnek, hogy már lassan attól kell félni, hogy addig fogunk bontakozni, hogy nem fogunk tudni begombolkozni. Vagy esetleg a begombolkozás más fogja rajtunk elvégezni. Az is ismert a tisztelt jelenlévők előtt, hogy a közelmúltban a párt és a kormányzati szerveknél olyan személyi és szerkezeti változások mentek végbe, melyekről a korábbi években hallani sem, vagy beszélni sem lehetett volna. Létrejöttek országunkban a különböző alternatív szervek, csoportok, fórumok, számukat már alig lehet követni. A probléma az, hogy ezek a szervezetek valamennyit csak üléseznek, követelőznek, és lassan megint a szegény emberre marad a munka, tehát a szegény embernek még több munka lesz. Ma élesen a közéletben él, lesz-e több párt, és ha lesz, milyen lesz a hatalomban való részvétel és megosztás. Engedjék meg, hogy erről egy gyermekkori emlékemet mondjam el itt maguknak. 1945-ben a kommunista párt délelőtt, a kisgazdapárt délután ülésezett. És mint fiatal érdeklődő, fiatal ember, Subhansz kölyök elnézést kifejezését, hát részt akartam mind a két ülésen venni. Részt vettem délelőtt a kisgazdapárt ülésén, ahol a szónok szó szerint azt mondta, emlékszem rá, a kommunista párt szónoka, hogy nem azok a kisgazdapártiak fognak itt vezetni, klaszterkoptató kisgazdák, akik a múltba se dolgoztak, csak dolgoztattak másokkal. Délután ugyan a másik párt mondja, a szolnoka, hogy nem azok a klaszterkoptató kommunisták fognak vezetni, akiknek semmiük nem volt a múltba. Én mint gyerek mosolyogtam. Az volt a szerencsés, annak örültem, hogy hál' Istennek, egyikőjük sem koptathassa a flasztert, mert községünkben még a járdát sem ismertük. Egy párt vagy több párt véleményem szerint nem az itt a lényeg, hanem az volna már végre jó, hogy az árak ne felfelé emelkedjenek, hanem kevesebb a munkával egy kicsit közelebbnénk a jobb megélhetőséghez.
Véleményem szerint a hatalom nem a pártoké, nem a kormányé, hanem az ország lakosságának a kezében van. A különböző szervezeteknek és fórumoknak. Az a feladatuk, hogy segítsék elő a jobb emberi megbecsülést, a megélhetőséget teremtő kormányzat munkáját. Igaz az is, hogy az utóbbi években jelentős személyek munkanélkül jelentős jövedelemre tettek szert, melyet most a párt és a kormányzat igyekszik tovább feltárni, és az illetékesekkel szemben megfelelő eljárást alkalmazni. Ismét engedjenek meg itt egy valami hasonlatos példát. Ezek, ha csak úgy nem járnak ezek a szervek, mint a cigány, mikor viszi a batyúját és a rendőrrel találkozik, és a rendőr azt mondja neki, hogy te cigány, mit viszel a bazsárt? Azt mondja, hogy varjunk. Hát boríts ki és nézzük meg, hogy az van-e benne. Mikor kiborítsa, azt mondja neki a rendőr, hogy te cigány, hát ez, ebbe tyúk van, ez tyúkok. Hát ha ez tyúk, biztos úr, akkor magának adom, nekem nem is kell. Azért is szeretnék valamit megérni, és azt hiszem, hogy nem kell külön bizonygatni, tegyük a szívünkre a kezdünket, hogy az eltelt 40 év alatt bekövetkezett hibák ellenére is igen jelentős fejlődést ért el országunk és községünk is. Az akkori állapotokkal szemben összesen lehet hasonlítani a múlt 40 évvel ezelőtti község fejlődését, illetve hogy hogyan nézett ki 30-40 évvel ezelőtt községünk, azt jó lett volna akkor filmezni, videózni, és most bemutatnánk a község lakosságának, hogy a szalmatetős házak, földes lakások, komoró kerítések, amit reggelre a kutya nyugi kilágott, ha a szomszéd kutyájával összeverekedett ugye, és mindig nem győztük javítani. Tehát villan járdegyégül meg intézményekről nem is lehetett beszélni. Az elmúlt év falügyülésen az vetődött fel, építsünk köves utat, járdákat, konszolidáljuk a közvilágítást, ravatolozót, és oldjuk meg a gyógyszertár árusítását. Erre rátérek még később. Azt hiszem, hogy valamennyi lényeges dolgot megvalósítottunk, járdákat, konszolidáljuk a közvilágítást, ha is ezeket. Nemrég hagyta jóvá községi tanácsunk az 1989 évi költségvetési pénzügyi tervét, amely 17.183.000 forint. Ebből mintegy 2,5 milliót ez évben köves útépítésére, járdák felújítására, központi iskolánál kisebb építkezésekre, és mintegy 500.000 forintot kívánunk fordítani a nyílt és a zárt csatornák karbantartására. Tanácsunk életében egy új dolog, hogy ebben a bonyolult világban 1989. január 1-ével kétszintű államigazgatás létrehozásával közvetlen megye irányítás alá került községünk. Ez magyarul azt jelenti, hogy megszűnt a város közreműködése, szinte csak nem minden egyes ügyet itt helyben a községi tanácsnál kell intézni. Tisztelt falugyűlés, kedves barátaim! Községünk lélekszámáról általában úgy beszéltünk, és úgy beszélünk, hogy a közepes nagyságú községek közé tartozik. Lassan ezt meg kell ezt kérdőjelezni. 1960-ban 3046 fő volt lélekszám községünk lakosai, most ezzel szemben 2250, tehát nem ér el a 2300-at. Az elmúlt évben 12 születés, 28 haláleset, 88 elköltözés és 29 ideköltözés történt. Akárhogy is számolunk, csak az elmúlt évben több mint 60 fővel csökkent községünk lakossága. A község lélekszámának csökkenését az segítené, ha a TSZ vagy más szerv több munkalehetőséget tudna helyben vagy közelben biztosítani, de ez nem is olyan egyszerű dolog, hisz vannak még ettől rosszabb helyzetek, hisz nem véletlen vezették be országosan a munkanélküli segélyt. Már ha a TSZ-t említettem,
engedjék meg, akkor itt hadd szóljak egy pár gondolatot. A TSZ az utóbbi időben, években eredményesen gazdálkodik, a termelői szövetkezet biztosítja az alapszabály szerinti háztáji területeket, figyelemmel kísér a tagság megélhetőségét, az utóbbi időben a dohány termesztésen túl a zöldségfélék termesztését is elősegítette. Igen jelentős a biogáz üzem, több mint 100 fő dolgozik községünkből. Ha ez most nem volna, nem tudom, melyik munkát tudnánk, milyen munkát tudnánk az asszonyoknak biztosítani. Sokat lehet hallani országosan is, de községben is, hogy a termelői szövetkezetek rosszul gazdálkodnak. Én nem vagyok szakember, de egy példával hadd száfoljam meg, hisz az ország élelmiszer ellátását a termelői szövetkezetek közösen a háztáji termeléssel együtt, ha nem is világ viszonylagban élen, de a jó közepesnél talán jobban ki tudják elégíteni. Egy példa erre, hisz a gazdag bécsiek ide jönnek jól lakni, vagy vásárolni 20 szalámit és konzervet más egyebet. Hát itt akkor az ipar van inkább lemaradva, mert mi oda megyünk hűtőládát, hűtőszekrényt, videót, meg egyebet vásárolni Bécsbe. A háztáji termelés jelentős a országosan és községünkben is. Ez mindenkor segíti a nagyüzem. Pedig a háztáji termeléshez a kis parasságnak, ugye viccesen fogalmazva, az állam 1955-ben adott segítséget, mikor lesepelte a padlás, meg elvitték a termést. Olyan hangok és vélemények is kaptak hangot az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a nagykállói TSZ-től községünk váljon el, és alakítsunk önálló TSZ-t. Ennek nem is volna semmi akadály. Csak egy amerikai nagybácsi kellene, aki itt, a községben, vagy 3-4 melléküzemágat létesítene, csokoládé üzemtől kezdve más egyebet, 100-150 fős munkaerőt foglalkoztatva. És irodai titkárnőnek elhoznánk ide Csicsolinát. Komolyra fordítva a szót, a tanács részéről úgy látjuk, nincs meg a feltételei annak, hogy a termelői szövetkezettől szétváljunk. És ez nem olyan egyszerű dolog. Mi a termelői szövetkezettel nem élettársban vagyunk, hanem házasságot kötöttünk. Ez a házasság kötés pedig bonyolultabb a szétválása, mint hogy egy élettárs volna, csak hogy elég nem akarsz. Elvileg. Itt inkább arra kérem a termelői szövetkezet vezetőségét, hogy továbbra is keresse a melléküzemek bővítését, kísérje figyelemmel a TSZ-tagok jövedelmét keresetét. Azt hiszem, hogy eddig is ezt tette, jelentem is erre kérem a termelői szövetkezet elnökét. Tisztelt falugyűlés, az utóbbi idők áremelése lassan meghaladja a tűrhetőség határát, kedvezőtlenül befolyásolja a megélhetőségünket valamint. Elnézést, itt megint egy humort hadd mondjak. De ezelőtt, 40 valahány évvel, Sztálin azt mondta, hogy ha elfoglaljuk Berlint, akkor 40 évig nem kell dolgozni. Hitler is azt mondta, ha elfoglaljuk Moszkvát, akkor nem kell 40 évig dolgozni. Megtörtént, jött ez a Gorbacsov fiú, letűnt a 40 év, azt mondja, és dolgozni kell. A megélhetőségi gondok különösen kedvezőtlenül érinti a kevés összegű nyugdíjasokat és TSZ járadékosokat. Éppen ezért személyesen is, de többször megkerestük a megyei vezetést, hogy segítséget adjanak az ilyen gondjainkon. Így vált lehetővé, hogy ebben az évben 560 ezer forintot tudunk fordítani szociális étkeztetésre. Ez azt jelenti, hogy az idős személyek az óvoda konyháján főzött ebédből átlagosan mintegy 10 forintért kiadós meleg ebédet vihetnek el az idősek klubjából. Kérem az idős személyeket, hogy ezzel a lehetőséggel minél többen éljenek. Ezen kívül minden évben
Közel 1 millió forintot osztunk ki a nagycsaládosok részére és rendkívüli szociális segélyekre. Említettem, hogy községünk ez évben mintegy 17 millió forint költségvetéssel gazdálkodik. Érzékeltetésképpen a lakossági, terhó, földadó és minden más befizetése, ami a község lakossága befizet a tanácsot, összesen nem éri el az 1 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy 16 millió forint állami támogatásból tartsuk fenn községünk intézményeit. Ebbe a közvilágítás második minden. Egy-két számadat a község pénzforgalmára. 3 vendéglátó egységünk forgalma meghaladta az elmúlt évben a 6 millió forintot. Ez a Sugár, meg a Surda, meg a Presszó, magyarul forgalma. Az élelmiszerboltok forgalma meghaladta 30 millió forintot. Egyéb magán szolgáltató boltok forgalma több mint 12 millió forint, ez butik meg második volt. Ez összességében több mint 50 millió forint kiadás jelent a lakosságnak. Több mint 30 millió forint van a takarékban, nem tudjuk kinek, csak van. Szóval a titkosságot nem tudjuk megsérteni, és nem jól szó. 180-200 darab személygépkocsival rendelkezik község. Az elmúlt évben 58 darab új személygépkocsi befizetésére történt vásárlásra befizetés. Igaz, hogy van 15-20 millió forint OTP tartozás és a község lakosságán. Itt a számadatokat figyelve, fogyasztás erre, arra, bevétel, a fene se tudja már, hogy hol vagyunk szegények és hol vagyunk gazdag. A háztáji földekre nagyobb százalékban személygépkocsival járunk. Egy évben több mint 10 millióna megyünk Bécsbe. Videót meg egyedét vásárolunk. Csak benzinpénzt, 3 millió 220 ezer forintot, ahogy kiszámoltuk, egy évben annyi autóknak a benzinfogyasztása. Még ebben nincs benne egyéb alkatrészek. A lakosság építkezése, néha a fiatalok már olyan magas lakást építenek, hogy mozgó lépcső kellene bele, arra nem is gondolnak, hogy ők is megöregszenek, és ebben a korban, majd abban a korban már még a küszöböt is elég átlépni, nem hogy olyan magas lépcsőkkel járkálni. Van egy olyan dolog a községünkben, van egy közmondás, hogy aki dicsekszik, annak adni kell, aki sír, attól el kell venni. Több mint 400 ember azoknak a életkörülmény, aki tényleg nehéz, TSZ-járadékosok, kevés nyugdíjasok. Megkérdezzük tőle, megkérdezem, hogy vannak, azt mondják esetleg, hát hál' Istennek elnök elvtárs, vagy elnök úr, vagy ki hogy mondja. Hát egy kicsit nehéz, de áttérjük. Egészség legyen, és ne úgy hátul. Az a 200 fő, vagy leszükítem 50-100 fő, aki anyagiakban sokkal jobban áll, mindig csak alig 3000 forint az egy főre eső, még annyi sem, hogy 1500, ahol 5-6 ezer vagy 8 ezer, ott van nagyobban, ott sírnak jobban. Ez a mi megállapítás. Községünk kereskedelmi ellátottsága nyugodt lelkiismerettel jónak mondható. Tisztelet illeti meg, úgy az állami, szövetkezeti, mint a magánkereskedőket, hogy igyekeznek a lakosság ellátását biztosítani. De azért itt engedjék meg, hadd jegyezzek meg valamit. Hogy itt néha vannak hiányosságok is. Nyitvatartás, be nem tartása, áruk jobb biztosítása. Mások is, de a maszekok is, én nem tudnám, mit az állampolgári jogokra előszeretettel szeretnek hivatkozni. Elfelejtik, hogy az állampolgári jogok mellett vannak kötelezettségek is. Nem tudom, mit szólna az az ember, vagy boltos, aki utazna és utazik, és a jegykiadó kisasszony 10 perc múlva adná ki a jegyet, mert előbb zárt, vagy később nyitott, amikor már a vonat elment. Azt már meg sem merem említeni, hogy hányszor számolnak többet a boltosok.
hisz az Isten se tudja ezt az árakat már figyelemmel kísérni. Néha már még ők is belezavarodnak, de annyira nem, hogy kevesebbet számolnak. Tisztelt jelenlévők, most mondhatná valaki, hogy azért merek itt bírálni, mert nem félek attól, hogy a következő elnökválasztáson nem fognak rám szavazni. Bár 40 éves volnék, és indulhatnék az elnökválasztáson. Hogy hogy fog alakulni majd a község vezetői szerveinek a összetétele, ezt bízzuk Tóth Miska barátunkra, nem tudom itt van-e. Ő a községi szóvivő. Néha még a kormány szóvivője is tanulhatna tőle. Ő mindig annak az igazat, akivel beszél. Községünk egészségügyi ellátása megfelelő. Örömmel mondhatom, hogy 2-3 heten belül itt a gyógyszer árak emelkedése miatt doktor úrral egyeztettünk. Helyben lehet lesz az orvosi rendelőben gyógyszert vásárolni régióhaja község lakosságának, hiszen jó felemelték az árát, most még busszal menjen is az az idős lény, akinek nincs kocsija, ugye? Balkánban vagy Kálóban másféle gyógyszerje, tehát ez igen kedvezően, de érintem a lakosságot, hogy helyben tud gyógyszert. Az is jelentős, hogy közösen két község, Bökönynek és Geszterébnek van egy fogászata, az hiszem ismert a jelenlévők előtt, sokan járnak át Bökönynek, iskolás gyerekek, felnőttek, más egyéb, tehát nem kell messze utazni. Közművelődés területén a meglévő épületeink, a technikai eszközeinket nem tudjuk megfelelően kihasználni, hisz nem engedi meg a szórakozást, se a fiataloknak, se a középkorosztálynak, a második, meg már lassan a harmadik műszak. Igen. Ezt a megélhetőséget nem lehet egy műszak fizetéséből, már ez a két műszak, vagy lassan a harmadik műszak is kell hozzá. Oktatási intézményeink megfelelnek a követelményeknek, úgy az óvodában, mint az iskolában a nevelők igyekeznek tudásuk legjavát átadni gyermekeinknek. Ezt mutatja, hogy csak nem valamennyi 8 osztályt befejezett gyermek tovább tanul, tovább tanulásban pedig megállják a helyüket. Azt hiszem, nem csak községi, de országos probléma, hogy nem mindig tudunk gyermekeinkben hazaszeretetet, szülői szeretetet és a mai legsúlyosabb hitet adni gyermekeinknek, de ez egy országos társadalmi probléma. Engedjék meg, hogy elmondja a két gyermek, három gyermek beszélgetését. Beszélgetnek, és azt mondja egyik a másiknak, hogy fogunk az iskolába imádkozni. Kérdezem, hogy melyik imád fogjátok mondani. Azt mondja a gyerek, ha nem mondja meg az elnök bácsi, a tanító bácsinak vagy a tanítónőnek, akkor megmondjuk, elmondjuk. Ígértem a két gyereknek, hogy nem mondom meg a tanító bácsi. A gyermekek mondják, ments meg Uram minket a gonosztól, rossztól meg az orosztól. Közben mondja a harmadik gyermek, hogy te figyelj ide, de tisztelendő bácsi azt mondta, hogy a hiszek egyet is lehet imádkozni. Én erre azt mondtam, és azt mondom, hogy a gyerekek a tisztelendő bácsi javaslatát gyakorolják, minél többször és minél többen. Közbiztonság területén vannak nehézségeink. Romlott a közbiztonság, nincs még mindig megoldva a községi KMB-s rendőrünk, növekszik a lopás, terjed a gazdaság. Csak egy példa erre, karácsony szent estén a művelődési ház tetején és a községi központban, a posta előtt feldíszítették a karácsonyfát szélségővel, fehér békegalamb
jelképesen. Sajnos a szépségben nem sokáig gyönyörködhetett községünk lakossága, mindkét helyről, szinte két órán belül az összes színességüket felszereléssel együtt ellopták, összetörték. Tisztelt falügyülés, kedves barátaim! Szóltam arról, hogy a szociális étkezési támogatást kívánunk biztosítani az idős emberek részére. Szerencsére nem sok esetben, de előfordul, hogy az idős szülő, ha nem tud feljönni az ebédért, a gyermeke, vagy netalán az unokája tehernek érzi, hogy egy meleg ebédet vigyen az öreg szüleinek, vagy a nagyjának. Persze a szülői segítség akkor jó volt, amikor az építkezéshez, vagy netalán az autóvásárláshoz adott jelentős pénzt a gyermekének. Az ilyen szülői szeretet olyan, mint a Kabaréban mondta Hoffi, hadd mondjam el, elnézést kérek, hogy édesanyám, hova megy a vala biciklivel? Hát megyek a temetőre, fiam. Na jó, csak menjen, édesanyám, csak ki fogja visszahozni a biciklit? Szíves elnézést, komoly kitérését. Tisztelt falügyülés! Minden egybevetve jogosan állapíthatom meg, hogy községünk elmúlt év fejlődésével elégedettek lehetünk, létesítményeink megépítése ismert a község lakosság előtt, falugyűlésünkön. Örömmel jelenthetem be a tisztelt jelenlévőknek, hogy ez évben a község egész belterületén lévő utakon megépítsük a köves utat, tovább kívánjuk bitumines járdát építeni a megrongálódott járdákon, bitominnal felújítani. Elkészült a község szennyvízhálózat terve, egy 500 ezer forintba ki is lett fizetve, a későbbiekben ennek a megépítése esetleg válik szükségessé. Jövő évben nem tervezünk nagyobb építkezést, esetleg a szennyvízhálózaton túl. De az nem kicsi dolog, hogy egy községben, még akkor is, ha ez csak 16-17 kilométer, hogy egy négyzetméter földes út nem lesz. Az, hogy nem márványból lesz ez az út, az igaz, egy kicsit imittam a döcögös, de ismétlen még egyszer, minden egyes úton, reméljük, hogy májusra kész is van, az összes utcákon a köves út és a járdán. Tisztelt falugyűlés, kedves barátaim! Szíves elnézésüket kérem, hogy az említett eredményekről és hiányosságokról nyíltan mondtam véleményt. Senkit nem akartam megsérteni. De mint a községi tanács elnöke, úgy érzem, ennyi őszinteséggel tartozom a község lakosságának. A történelemben egy-két évtized nem nagy idő, de egy ember életében igen jelentős. Elnöki beosztásomból adódóan 37-szer állok a község lakossága elé, igaz, ebből 10 évet Bökönny községben töltöttem. Annyi különbséggel, hogy akkor Bökönyben alig 24 éves voltam, most pedig meghaladtam a 60 évet. És akkor mondták ugye Bökönyben, mikor bejelentették, hogy én leszek ott az egyik kisképviselő vezető, hogy csak azok a szókimondó bökönyiek, ugye, felkiabáltak, hogy csak nem az a fiatal kölyök. Visszatérve községünkhöz, 1962 őszén kerültem ide, és azóta töltöm be a funkciót. Hogy 1962-ben ez a község hogyan nézett ki, azt az idősebbek emlékeznek rá. Fiataloknak az már csak emlék. Villany a községünkben csak másfél kilométer volt.
Első lépés volt az, hogy 63-ban 7 km villanyhálózat épült meg. Ezzel eltűntek a petróleumos lámpák, a sötét utcák, aztán így épültek tovább folyamatosan az orvosi rendelő, óvoda, a művelődési ház, tornaterem, iskola és a többi utak, járdák. Nem sorolom tovább, ismerik. Vízvezetékkel ellátott minden utcánk a községben. Elmondhatjuk, hogy a sötét sáros utcákból, neonfényes, köves uttal, járdával, vízvezetékkel ellátott utcák vannak. Hogy ez község fejlődése mennyire így van, az bizonyítja, hogy az elmúlt 5 évben kétszer nyertük el a megyében a társadalmi munkáért a második helyezést. Ez azt jelenti, hogy a község lakossága hozzájárult a különböző létesítmények megvalósításához. És tavaly elnyerte községünk a megye legszebb település című pályázat második helyezését. A községi tanács és a magam nevében a falugyűlés valamennyi résztvevőjének, a község egész lakosságának párt, állami, gazdasági, szövetkezeti és vállalati vezetőinek, és nem utolsó sorban Kaszab Béla, helyi espedes úrnak köszönetemet fejezem ki, hogy a község célkitűzésének megvalósításában kiki a maga területén mindent megtett annak érdekében, hogy községünk fejlődjön. A 37 éves beosztásom alatt és után nem tagadom meg magamat. A lakosság segítségével mindig azon voltam, hogy községünk minél jobban fejlődjön. Az elmúlt évtizedes munkámért nyíltan és őszintén mondom, az elkövetett hibák, hiányosságokkal együtt vállalom a felelősséget. Hisz az elmúlt 37 év alatt hármas követelménynek kellett eleget tennem. Megmaradni embernek, Isten előtt, párt előtt, és ami a legdöntőbb, a lakosság előtt. Azt hiszem, egy vezetőnek az a legnehezebb, tanácsakadémián, esti egyetemen, különböző iskolákon sok mindent megtanítottak velem. De a lakossággal való szoros kapcsolatot iskolában nem lehet megtanulni, azt a munka menete közben együtt a lakossággal lehet megtanulni. Hisz egy vezető csak úgy maradhat meg hosszú időn keresztül, ha a törvényes munkája mellett szoros kapcsolatban van a község lakosságával. Úgy érzem, a célkitűzések, az elért eredmények ezt igazolják, hogy ez kölcsönösen sikerült együtt gondolkodnunk, együtt dolgozni. E gondolatok jegyében kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy községünk fejlődésében, szépítésében továbbra is adjanak meg minden segítséget, féltő gonddal óvják, őrizzék a megépített létesítményeket. Mindannyiuknak jó egészséget, családi boldogságot kívánok. Köszönöm figyelmet! Tisztelt falugyűlés! Úgy gondolom, hogy az elnökelvtárs részletesen szólt elért eredményeinkről, gondjainkról, bajainkról. Én megkérem a tisztelt jelenlevőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban hozzászólásaikat, kérdéseket tegyék föl. Tessék, Imre bácsi! Pillanat, Imre bácsi! Menjünk, adsz a mikrofonnal oda! Az koronavírus egészsége állapotában, hogy
De nekem annyira tetszett, hogy elmutatkáknak a beszámolója, ottó cigán, minden. Egyben egy ilyen egy pár, de egy kigyelve, szeretnénkről igyelben ügyélem, mit tennék. Amikor ő tökönkösséget, ő átjött, elmetártást tudja, most már így jó 30 éve belül keresztül tanácsadik munkámat. Szerettem megmondani mindig az őszinteinek igazat, mint az is ami jó, ígérjük meg, ami rossz, azt a reklamáljuk. Aminek teljesen nem igaz adom, ne is engedjük, mert ez volt az igazi közvégünk előtt. De még abban az időben, ezt csak bevezetőig mondom, hogy onnan indultunk, vagyis az elnökeltpárt. Hát ez a Rákosi rendszer olyan volt, az tök nehéz volt, hogy az a trumpistáknak a parjukat mind letakarított. Éppen volt nekünk egy kevés, majd jön a nem akarok senkit megsérteni az elődjeit, de még csak a Gyurán Csokra se láttam az elnöknek az asztalán a község felvettét. Megkérdeztem az elnököt, a tisztára felelős kiselőt. Megkérem a tisztárnak, hogy biztos a község gazdára. Nem tudta nevetni, nem akar a viszlétjen megsérteni az elnökeltárs előtt. Mikor ide jött, bizony még eztel egy község nagyon nehéz állapotba volt. Hát aztán Bökön községig, mikor átjött, a bemutatkozóját mondom, el, bemutatkozik, nem akarom úgy mondani, ahogy emlékszek rá, mintha most volna, hogy mit mondott, hogy mi nem mondom, de úgy jött, hogy máma már mondják, hogy majdnem a huligányok közül. Most is figyeltem a beszámolót. Beszámolójába tanácsülésen bemutatkozik, és akkor kérem szépen a bemutatkozó alkalmával, amolt a legelső neki, hogy ilyen törvényes rendek, a falu lakosságával, ismerem, ismétlem a falu lakosságával, szeretnék megerősíteni. Egy pár szó, megnézni, hogy nálunk, hát tudta, hogy lehet előre is, 50 forint családon kint a községben is. Hallgass! Csak ismétlem az egyetemét, mondom el. Mert mikor mondja, hogy neki az a véleménye, hogy mi most szavazzuk meg a 300 forint község fejlesztést. Jaj, mondom, mint az elég mondta a Rákosi rendszer, meg egy kicsit a vezetés is olyan tudatlanul. Hát még aztán a elengedett addig beszélt fejlesztésről, még hál' Istennek látom, hogy megvan, azt minnyáján tudjuk. Hogy nem engedett addig el, addig beszélgetett szétszóval, tervel, mindennek, a tanácsülés alá írt a 300 forint község fejlesztéseit. Hát én nem úgy, hogy úgy kell érteni, hogy én nem akartam, hogy a községünk ne fejlesztem, de nem. És mindig is a közéért dolgoztam egész tanácsadi munkámon. És kérem szépen, én nem írtam a megkaptam a választ, Imre bácsi, ilyen is volt, ilyen is lesz, mindenki mellette, maga egyedül nem, megszavaztuk a 300 forint. Mikor menjünk valafelé tanácsadók, mondjuk egymásnak, bár maradtunk bögödni. Ne jössz mond, igen, még ez már nem mertem hagyom menni a feleségem, lefekerek, hogy mit fogadtatok már el neki. Ez így volt, kérem, ahogy mondom, már kértem hazamenni. Hát menjünk hazamenni. Bármire ne jött ott ez az ember.
Ne igen érzem már, még 50 forintból 300. Mikor Isten falugyűlés eltök, több mint egy ég, mentünk hazafele örömmel, mert már akkor 7 kilométer Vilgonyi hálózatot tervezett, megvalósított, és a Kövesokról mondom, nem akarok bele tapasztani itt a község fejlesztésében. Már megvan, akkor már megszerettük. Akkor már azt tudjátok, hogy miért nem jött elég minden haza a saját valójára. Miért nem tetszett? Nagyon szép eredményeket értünk el, és arra ügyelésről és a mi falunkért nagyon biztos lehetünk, hogy kérem, a megyében második helyen állunk. Ezért az elnökeltársnak még tiszteletünket magam és a falu lakosságában, és jövődésedet kívánunk a további éveshez. Erkezel beszámolójában részletesen ismerhetve, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a község az elmúlt években, és milyen létesítményeket, miket építettünk, miket léptünk, hogyan alakul a község lakosságának az élet sorsa, életszínvonala, és azt is ismerhetve elkezeltárs, hogy az elkövetkezendő években nincsen különösebb megépíteni valamunk, tehát nagyobb létesítményekre nem tervez a község, hogy épít az ilyesmit. Csak a vízmű van, igaz, a szennyvíz elvezetés van terv alatt, de az úgyis olyan sokba kerül, hogy azt a község lakosságának külön adózásról, tehát külön hozzá kell járulnia. Így nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy a 90-es évtől a településfejlesztési hozzájárulást törölje el a tanács. A 90-es évtől. Mert ez is a lakosságnak az áremelkedés mellett jelentős kiadást jelent. Tehát, hogy nincsen hozzájárulás, akkor hiszem, hogy sokat jelent a község lakosságnak. Említette az elnökeltárs a beszámolójában a közrend közbiztonságot, hogy nagyon gyenge, nagyon rossz a község minden. Én valamelyik nap hallottam olyat, hogy lenne rendőr Geszterégyen a községi tanács tudnak biztosítani lakást számára. Erre szeretnék választ kapni, hogy megoldható lenne ez. Köszönöm szépen. Kihítom a számot, megszoktam. Tisztelt falugyűlés! Én azt hiszem, hogy most már nem titok az, hogy a tanácselnökünk mindig felé megy. A beszámolóban is említette, hogy nem indul a következő választás. És éppen ezért mostan úgy gondolom, hogy ez neki az utolsó beszámoló. Ezért részemről, és gondolom mások részéről is így van, megköszönjük a munkáját. Több mint egy negyed évszázadon keresztül vezette a községet, és példásan a lakosság, a megye, az idegenek előtt elismert. Megköszönjük neki a járdákat, a köves utakat, az épületeket és a többi létesítményeket. Megköszönjük, hogy mindezt úgy csinálta, hogy megmaradjon a szeretet, a békesség, és valóban az embereknek a véleményét kikérve a lakosságnak a segítségével csinálta. Megköszönjük azt is részemről különösen, hogy az egyház és a állam közötti jó viszony mindig pártfogolta. Ugye most könnyű esetleg mondani jó, de ezelőtt évekkel, akkor sok helyen nehézség adódott,
a politikai vezetés és az egyházi vezetés. Nálunk ilyen hiba, ilyen nehézség soha nem adódott elő. És ez nagy részben érdeme a tanácselnökünknek, aki senkinek sem sértette a vallásos képzelmét, és mindig igyekezett a néphez, hogy azt is nem mondjam, az egyházhoz igazodni. És hadd köszönjem meg akkor most ezt a tanácselnökünknek, és a köszönet mellé megígérjük azt, hogy ezt a munkát, amit ő kezdett, tovább folytatjuk, és mindnyájan azon leszünk, hogy a községünk erkölcsileg is, anyagilag is fejlődjön, szeretetben, békességben éljen. Beteljesedik a kövesok építése.
Ez egy óriási nagy dolog. Én örömmel hallottam ma a